A szolnoki rendőrkapitányság bűnügyi osztálya folytat nyomozást, miután olyan információ jutott birtokukba, hogy három szolnoki férfi kábítószerrel kereskedik. A nyomozók összehangolt akció keretében egyszerre több helyszínen tartottak kutatást, melynek eredményeként 2,334 ezeret gram kábítószer gyanúját keltő anyagot, több mint fél millió forint készpénzt és mobiltelefonokat foglaltak le. A rendőrök a 22, 28 és 31 éves feltételezett elkövetőket előállították a szolnoki rendőrkapitányságra, ahol kábítószerbirtoklás birtoklás büntet és kábítószerkereskedelem kereskedelem büntet, megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként algatták ki a férfiakat. Őrizetbe vételüket követően letartóztatásukra tettek előterjesztést. A szolnoki rendőrkapitányság szakértők bevonásával folytatja az eljárást.